Boldog új évet mindenkinek, indulja ezt után. Ezen nem egy készítjük az évadnyitót az ezt után 2023-ban. Nem tudom, ki látta ezt. Ki látta azt a részt, amikor lenyelte az Ivan Killmaker, az eddig legjobb győzelme. De ez, ne reméljétek, hogy ez is volt a legnagyobb. Még van nagyobb is, amit még meg akarok nyerni, mint a Not Another Needle Game, meg az I Want Kill Camera 2, azokat is. Vagy nem, az még egy pikusabb győzelmet fog majd nekem maradni. Szóval, mit tervezek biztosan ebben az évben? Kezdjük azzal, hogy a Dungeon Siege 2-n akkor lesz vége, hogyha Elite-ben legyőztem a főboss-t. Aztán de jön a Throne of Agony és a Dungeon Siege 3. Be akarok várni a Diablo-ba is, meg a Mass Effect-be is. Mass Effect egész érdekes módon, mert az a döntések játéka, és az egyik kedvencem. A Diablo-val azt találtam ki, hogy Diablo 2, vagyis elsőre kezdem, a másodikat pedig hardcore-ra, és ahogy a harmadikat is, hogy megszerzem a King és a Guardian rangot. De a Diablo-ban viszont még a hardcore az teljesen biztos, de nem tudom biztosan mennyire. Call of Duty-ban lesz a következő a Road to Victory. Az Assassin's Creed-ben a Unity. A Fable 3. Az a játék, ahol királlyá koronázhatnak. Így az én legkedvencebb végjátszásom lesz nem sokára. Aztán elfordult a Gothic 2 is. A Joe Quest-t befejezem. Na, és még valami South Park-ot, igaz, hogy nem hallottam sokáig, de most már nem. Ezután, videó után a South Park lesz a következő. A Far Cry után a Primal-t akarnám megnyerni, úgyhogy Express Wild Permadeath, hogy elnyerjem a Far Cry Primal Festival dicsétét is, meg alassam a legepikusabb halál nélküli győzelmet. De az nem lesz könnyű, mert ezt sem próbáltam, de nem sikerült. Aztán még mi maradt hátra? Dark Souls 3, az lesz utána. De előfordulhat, hogy Dark Souls NG plus is lehet még az évben. The Great Eastern Chronicles szintű befejezem. Professor The Miracle Mask elfordulhat, hogy lesz. Tomb Raider, még be kell fejeznem a Curse of the Sword-ot. Aztán a Prophecy, vagy az Angel of Darkness. És utána jöhet a Legend trilógia, spin-offok és aztán a túlélő. Ami még lehetséges a Resident Evil-ból, hogyha elkezdeném, akkor a nulladikkal fogom kezdeni. Régségemeknél, ami illeti az mert még nem tudom pontosan, de a Not Another Needle Game-et be akarom fejezni mindenképpen. Mint említettem a Gaming Channel kezdetekor, csak evőkívást nem fogok tartani. Ha kívást csinálnék, akkor valami játékszerűt akarnék kitalálni. Viccek számíthattok. Mert még a puzzle kirakás, hogyha jó fog menni a kamerám. Próbálj még nem előtti kiásom, amíg számíthattok. Aztán a Far Cry-ban az Instincts folytatnám még, aztán jönne a Far Cry 2, Far Cry 3 és így tovább. Igen, a Minecraft. Ez most olyan részletét kezdtem, amit eléggé elrontottam, mert ugyanis nem lehet megúszni, hogy elmentsek valamit. Szerintesen az egyik advancementen kudarcot vallottam, úgyhogy el kell döntenem, hogyan folytassam. A Candy Crush szagában remélhetőleg az évben már elérem a 2000. szintet. Call of Duty-ban el akarom érni még
minden egyes második világháborús küldetéssel kezdem, és utána jöhetnek a modernebbek. Egyszer ajánlották a Modern Warfare 2-t, de először a régit és aztán az újat. De azt nem tudom, hogy mikor az évekbe fog telni, az összes meg lesz. Meg aztán még néhány lehetséges játszás, lehet a Witcher. Aztán többi meglátjuk majd máskor. Ja igen, Pokémon! Még a Crystal befejezem, aztán lehet, hogy úgy döntök, hogy a Let's Go Eevee-t akarnám kipróbálni, és azután az Emeraldot. És a Platinumot. Hát... azt hiszem mindent elmondtam egyenlőre. Tehát Szaszpark lesz a következő videóm. Ennyi volt, iratkozzatok rá a csatornámra, és boldog új évet!